Kísérte primadonna Cegléden háziállatokkal foglalatoskodik, kacsákat őriz, malacokat nevel, libát vásárol, és így éli a sorsával megbékélve szerény csöndes életét. Az egyáltalán nem viselt meg, hogy én az egykori primadonna nem lehettem színpadon, s helyette malacokkal, baromfiakkal foglalatoskodtam. Semmiféle munka nem szégyen, ha azzal keresünk a kenyerünket, és örömünket lejünk benne. 1947. augusztusában meghívják egy rádiós szereplésre, amely azonban nem pótolja a korábbi havonkénti 3-4 rádiós fellépést. Egykori kolléganője Mészáros Ági férje közbenjárására Fényes Szabolcs az Operett Színházhoz szerződteti, igaz csekély bérést. Eladott ékszereinek árából teszi lakhatóvá a Bajza utca 66 szám alatti lakást, ahol a tető sem védi meg az időjárás viszontagságaitól. Városi tanács felajánlását elfogadva átköltözik a Dob utca 38-ba, egy az előzőnél jobb állapotban lévő lakásba, mellette most is kitartó Mária nővérével együtt. Operett színházi bemutatkozó produkciója az Ő vagy Ő című darabban egy kisebb epizódszerep, majd a Marica grófnőben szintén nem túl jelentős alakításra nyílik lehetősége az operett harmadik felvonásában színre lépő öregasszonyként, 47 évesen, Spatkós Irma a szerepet visszaadja, amely lépésének következménye. Ezzel olyan bűnt követtem el, hogy példát kellett statuálni. Egy hónapra eltiltottak a színháztól. Még fizetést sem kaptam. Megtűrtek. Kegyet gyakoroltak a szezon végéig. Maradjak. A szerződés nélkül maradt színésznő kisebb feladatokat vállal. Egy esztrád műsor szereplőjeként kollégáival országos turné keretein belül lép színre két dalt, a Messze a nagy erdőt és egy szovjet dalt énekelve, és a közönség ráadást követel. Man.
1956. október 23-ai esemény, október 23-a eseményei Budapesten érik. Újra félelemmel éri át a halál közelségét, az utcai harcokat, a gránátok, lövedékek becsapódásait. A távolban a szeretteiért aggódó színésznő a lezárt pályaudvarok megnyitását követően Ceglédre utazik testvéreihez. Majd pár nap múltán a fővárosba visszatérve kihalt utcák, színházak zárt kapui fogadják. A város újraéledése azonban a színházi élet folytatását is jelenti egyúttal. 1960. augusztusában maga a színésznő is beadja nyugdíjazási kérvényét. Ez egyébként azért érdekes, mert őt már jóval hamarabb nyugdíjazni akarták, mint ahogy ő nyugdíjba akart volna menni. Vidéki élete munkával telik, szőlőjükben kapál, a gyümölcsöt maga hordja haza, és éjjel 7 órakor kelve viszi a piacra portékáját. De a ház körüli teendőkben is kiveszi a részét. Bár nyugdíjba vonulásakor szilárdan elhatározza, hogy a további bántásokat elkerülendő, soha többé nem vállal semmilyen szerepet. Elegem van már ebből az egészből, nem csinálom tovább. Néhány hónap elteltével elfogadó válasz érkezik, majd 1961. március 15-én hazaköltözik szeretteihez Ceglédre. Sándor Pál és Tóth Zsuzsanna tetszését is elnyeri, az ekkor már nagymamakorú színésznő, és a Sárika drágám című drámájukba hívják Patkós Irmát, melyet Pécset forgatnak. Ebben az alkotásban nyújtott alakításáért a film számára felfedezett Irma nénit Nívó díjjal jutalmazzák. 1976 és 1980 között Patkós Irma 28 filmben, valamint TV filmben játszik. Ugyancsak az 1974-es évhoz számára kitüntető sikert a Szófiai Nemzetközi TV film szemlén a Lázadók című Reza néniének megformálásával a legjobb női alakítás díját nyeri el, és Horváth Tibor veszi át az utazás fáradalmait nem vállaló színésznő nevében az elismerést jelképező brostűt. Türelmesen viseli a szervezete idősödésével járó fizikai fájdalmakat, az érelmeszesedést, és időként hatalmában keríti a halál gondolata, amely felett töretlen életkedve minduntalan győzedelmeskedik. 95. születésnapja előestéjén Rátóti Zoltán megnyitja a Kossuth Múzeumban a tiszteletére rendezett kiállítást. Másnap március 8-án zsúfolásig megtelik a Városháza díszterme. Az emberek felállva vastagsal köszöntik. Köztük színész és rendezőbarátai Besenyei Ferenc, Komlós Júci, Székhelyi József, Zsuzséva. Majd néhány nappal később, március 15-én átveheti a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztő művészi pályája elismeréséjét. Az 1996-os év. William Perry, amerikai védelmi miniszter Szarajevóba repül, hogy tárgyaljon a békefenntartásról a NATO illetékes katonatisztjeivel és a boszniai vezetőkkel. Jeruzsálemben öngyilkos merényletet hajtanak végre egy autóbuszon, 26 halott, 23 zsidó, 2 amerikai, 1 palesztin, többi 80 sebesült. Ópusztaszerűen felavatták a Nemzeti Történelmi Emlékparkot és a restaurált feszti körképet. A NATO külügyminiszterek, berlini ülésükön megállapodnak, hogy a szövetség belső adaptációja részeként kiépítik a NATO-n belül európai biztonsági és védelmi identitást. Egyezmény születik, amely véget vet az első csecsen háborúnak. Október 23-án II. János Pál pápa levelében a katolikus vallással összeegyeztethetőnek írja Darwin evolúciós elméletét. Ez a Ariane 5 rakétája a start után felrobban, elpusztítva ezzel a Cluster program 4 geofizikai műholdját. Vihar és tornádó pusztít el 600 embert Bangladesben. A Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a zsűri egy 4 éves kislánynak ítéli a legjobb női főszerepért járó díjat, kitör a botrány. A mozi 100. évfordulójának ünnepség sorozata keretében első ízben rendezték meg Budapesten a Magyar Filmesek Világtalálkozóját. 1996. október 24-én Patkós Irma eltávozik az élők közül. Cegléden, ahol született. Mindig is béketűrő, szerény voltam. Hajlottam a megalkuvásra. Nem tudtam haragot tartani senkivel. Pedig néhányan csúnyán visszaéltek a barátságommal. De hát azért vagyunk, hogy megbocsássunk. Szerettem,
és szeretem az embereket a hibáikkal, gyarlóságaikkal együtt. A jövő század generációjának azt üzenem, hogy ölelem őket. Őrizzék meg méltóságukat és becsületüket. Viseljék türelemmel a megpróbáltatásokat. Bízzanak magukban. Patkós Irma. Gondoltam, hogy azért, hogy ide ültetve egy virággal a kezünkben.